Hetedik fejezet, Sét és Énok. Sét értékes jelen volt, és a jó cselekedetben Ábel helyét kellett elfoglalja. Mégis Ádám fia volt, akárcsak a bűnös Kain, és Ádám természetéből nem örökölt több természetes jót, mint Kain. Bűnben született, de Isten kegyelme által atyának, Ádámnak hűséges tanítását elfogadva, tisztelte Istent akaratának cselekvésével. Elkülönítette magát Kain romlott leszármazottaitól, és azon dolgozott, amint Ábel tette volna, ha élne, hogy a bűnös emberek értelmét Isten tiszteletére és iránta való engedelmességre vezesse. Énok szent ember volt, őszinte szívvel szolgálta Istent. Felismerte az emberi család romlottságát, ezért elkülönült Kain leszármazottaitól, és megfette őket gonoszságukért. Éltek a földön olyanok, akik elismerték, félték és imádták Istent. Az igaz Énokot azonban annyira bántotta az istentelenek növekvő gonoszsága, hogy nem akart velük naponta érintkezni. Attól félve, hogy hűtlenségük befolyásolja őt, és gondolatban nem tud azzal a szent tisztelettel Istenre tekinteni, amely az ő magasztos jelleméhez illik. Lelkében gyötrődött, amint naponta látta, hogyan tapossák lábbal Isten tekintélyét. Úgy döntött, külön válik tőlük, és idejének legnagyobb részét magányban tölti, melyet elmélkedésnek és imának szentel. Istennel időzött és hozzá imádkozott, hogy tökéletesebben megismerje akaratát, és cselekedhesse azt. Isten angyalai által érintkezett Énokkal, és isteni oktatásban részesítette. Tudatta vele, nem tűrő el mindvégig az ember lázadását, és célja a bűnös emberiség vízözön általi megsemmisítése. Éden tiszta és gyönyörű kertje, amelyből ősszüleinket kiűzték, megmaradt a föld vízözön általi elpusztításáig. Isten ültette azt a kertet, különösen megáldotta, és csodálatos gondviselésében elvitte a földről, az előbbinél dicsőségesebben felékesítve hozza majd vissza a földre. Isten célja volt, hogy a földet ért átoktól mentesen őrizze meg teremtése tökéletes munkájának mintapéldányát. Az Úr Énok előtt még nyíltabban feltárta a megváltás tervét, és a prófétaság lelke által végigvezette őt a vízözön után élő nemzedékeken, és megmutatta neki Krisztus második eljövetelével és a világ végével kapcsolatos nagy eseményeket. Énok gondban volt a halált illetően. Úgy tűnt előtte, hogy az igazak és gonoszok egyformán porrá lesznek, és ez a végük. Nem látta világosan az igazaknak a sír utáni életét. Profétai látomásban tanítást kapott Isten fiáról, akinek az emberiség áldozataként meg kellett halnia. Megmutatták neki Krisztus eljövetelét az ég felhőiben, angyali seregektől kísérve, hogy az igaz halottaknak életet adjon, és kiváltsa őket sírjaikból. Látta a világ romlott állapotát Krisztus második eljövetelének idejében, amikor a kérkedő, vakmerő, makacs nemzedék fellázad Isten törvénye ellen, megtagadja az egyedüli Úristent és a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és lábbal tapodják vérét, megvetik engesztelő áldozatát. Látta az igazak dicsőséggel és tisztességgel való megkoronázását, a gonoszok elkülönítését az Úr jelenlététől és tűz általi pusztulásukat. Énok hűségesen oktatta a népet mindarról, amit Isten kinyilatkoztatott neki a prófétaság lelke által. Egyesek hittek szavának, elfordultak gonoszságuktól, félték és imádták Istent. Énok elragadtatása. Énok egyre mennyeiebbé vált, amint Istennel beszélt. Arca szent fénnyel sugárzott, mely akkor is ott maradt arcán, amikor tanította azokat, akik hallani akarták bölcs szavait. Mennyei és méltóság teljes megjelenése tisztelettel töltötte el az embereket. Az Úr szerette Énokot, mivel álhatatosan követte őt.
visszariadt a gonoszságtól, és komolyan kereste a mennyei ismeretet, hogy tökéletesen cselekedhesse az ő akaratát. Még szorosabban kapcsolatra törekedett Istennel, akit félt, tisztelt és imádott. Isten nem engedte meg, hogy Énok meghaljon, mint a többi ember, hanem elküldte angyalát, vigye a mennybe anélkül, hogy halált látna. Az igazak és gonoszok jelenlétében Énokot elvitték tőlük. Azok, akik szerették, azt gondolták, Isten valamelyik magányos helyén hagyhatta őt, de miután szorgalmasan keresték és képtelenek voltak megtalálni, jelentették, nincs meg, mert Isten magához vette. Az Úr nagy jelentőségű tanítást ad a bukott Ádám leszármazottainak, Énok elragadtatásával. Mindazok jutalmat nyernek, akik hitben a megígért áldozatra támaszkodnak, és hűségesen engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Ez ismét két osztályt ábrázol, mely létezni fog Krisztus második eljöveteléig, az igazakat és a gonoszokat, illetve a lázadókat és a hűségeseket. Isten megemlékezik az igazakról, akik félik őt. Fiáért tiszteli és becsüli őket, és örök életet ad nekik. De a gonoszokat, akik tapossák tekintélyét, megöli és elpusztítja a földről, és olyanokká lesznek, mintha sosem lettek volna. Ádám bukása után a tökéletes boldogság állapotától a bűn és nyomorúság állapotáig az embert a csüggedés veszélye fenyegette, és kérdezi, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt, Malakiás 3 rész 14. Amióta súlyos átok nyugszik az emberiségen, minnyájunk osztály része a halál. De azok a tanítások, amelyeket Isten Ádámnak adott, és amelyeket megújított Sétnek és teljesen kifejtett Énoknak, elűzték a sötétséget és homályt, és reményt nyújtottak az embernek, hogy amiképpen Ádám által eljött a halál, úgy Jézus Krisztus a megígért megváltó által eljön az élet és a halhatatlanság. Énok esete az elcsüggett hűségeseket arra tanította, habár romlott és bűnös emberek között laknak, akik nyíltan és merészen lázadnak teremtő Istenük ellen, mégis ha engedelmeskednek neki és hisznek a megígért megváltóban, a hűséges Énokhoz hasonlóan igazságosan cselekednek, Isten elfogadja őket és végül felemeli mennyei trónjához. Énok, aki elkülönült a világtól és idejének nagy részét imában és Istennel való kapcsolatban töltötte, Istennek utolsó időben élő hűséges népét képviseli, aki elkülönül a világtól. Az igazságtalanság rettenetes mértékben vesz erőt a földön. Az emberek követik romlott szívük minden gondolatát, és véghez viszik megtévesztő életszemléletüket, és fellázadnak a magas menny tekintélye ellen. Isten népe elkülönül a körülöttük élők igazságtalan szokásaitól, és a tiszta gondolkodásra, akaratához való szent alkalmazkodásra igyekszik mindaddig, amíg Isten képmása visszatükröződik bennük. Énokhoz hasonlóan alkalmasakká válnak a mennyei elragadásra. Mialatt igyekeznek tanítani és figyelmeztetni a világot, nem alkalmazkodnak a hitetlenek lelkületéhez és szokásaihoz, hanem kárhoztatják őket szent beszélgetésük és istenfélő példájuk által, Énoknak a mennybe való elragadása közvetlenül a világnak vízözön általi elpusztulása előtt bemutatja az összes élő igazaknak a földről való elragadtatását a tűz általi megsemmisítés előtt. A szentek megdicsőülnek azok jelenlétében, akik gyűlölték őket Isten igaz parancsolatai iránti hűséges engedelmességük miatt.